Répási Róbert, 53 éves, 1993 és 94 között, és 1998-tól 2018-ig a Fidesz országgyűlési képviselője. 2010 és 2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. 2014-től 15-ig az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes. 2018-tól a Borsodabaúj Zemplén megyei ügyvédi kamara elnökségi tagja, ma ügyvédként dolgozik. Köszöntöm a nézőket, Szirmai Dávid vagyok, a Blik főszerkesztő helyettese, ez pedig a Volt egyszer egy politikus újabb adása. Itt ülünk Miskolcon, a Borsod megyei ügyvédi kamara dísztermében, és vendéglátónk nem más, mint Répási Róbert. Tisztelettem, köszönöm szépen, hogy fogadott bennünket. Köszönöm én is a lehetőséget. 2018-tól nincs jelen az országos politikába. Miért nincs jelen az országos politikában? 20 évig voltam képviselő, és sőt, több mint 20 évig, ezt még erre kitérek, de ezen belül ugye 5 évig államtitkárként is dolgoztam. Hát most, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor közös megegyezéssel távoztam. Tehát ilyen jogász nyelven ez azt jelenti, hogy kirúgták? Nem, inkább azt mondanám, hogy véget ért a megbízásom. Tehát nagyon diplomatikus. Igen, tehát az a feladat, amivel megbíztak, főleg ugye az igazságügyi jogi területen, az más embert kívánt, más szemléletet, és szerintem ez volt az oka. Egyrészt, másrészt pedig a másik ok pedig az, hogy én nekem nem volt egyéni körzetem, nem volt egyéni választókerületem, tehát listás képviselő voltam, és mindaddig, amíg olyan megbízatásaim voltak, például a frakcióvezető helyettes, vagy voltam én megyei elnöke is a Fidesznek, tehát amíg olyan párttisztségem volt. Frakcióigazgató is volt. Frakcióigazgató is voltam, tehát ami olyan tisztség volt, hogy vele egy mandátum is járt, addig én ezeket a listás választásokat így, hogy mondjam, kényelmes pozícióból várhattam. 2018-ban nem ez volt a helyzet, és magam is úgy éreztem, hogy elfogyott számomra a munka. Uh-huh. Tehát elfogyott az a szakpolitika. Inkább a levegő, nem? Nem tudom, én nem szoktam nagyon ezen gondolkodni, megmondom miért, mert aki 20 évig volt képviselő, az legyen hálás ezért, és inkább köszönje meg, hogy ennyi ideig szolgálhattam mondjuk a Magyarország gyűlésben a választópolgárokat. Tehát nagyon rossz szemlélet az, hogy egy politikus úgy érzi, hogy valamit elvettek tőle. Inkább meg kell köszönni, hogy az ember ilyen hosszú ideig részt vettett a politikában, részt vettem a kormány munkájában. Ezek nagyon szép szavak, de azért, és akkor itt tárgyasítsuk a dolgokat, 2015. októberében, ugye akkor önt Trócsányi miniszter úr mentette fel az államtitkári pozícióból, vagy ő közölte önnel, hogy inkább ez utóbbi. Igen. Indoklás mi volt? Másfajta típusú ember kell ide. Igen. Tehát erről egyébként akkor sem nyilatkoztam, és most sem szeretnék részleteket erről elmondani, mert akkor is úgy voltam vele, hogy eddig tartott a bizalom, 5 évig voltam államtitkár, és egy másik típusú munkára, egy másik típusú államtitkára volt szükség. Mm. És én ezt elfogadtam. Tehát ha az ember elfogadja azt, hogy jelölik egy pozícióra, hogy megválasztják egy pozícióra, akkor azt is el kell fogadni, hogyha elfogyott a bizalom. Elmondta, hogy az okokat nem nagyon szeretné elmondani, ezért inkább akkor úgy kérdezem, hogy a távozása az hozott-e az emberi kapcsolataiban romlást mondjuk politikus társakkal? Valakivel? Beszéljünk először a javulásról. Tehát például az utódommal, Völner Pál államtitkáról nagyon jó viszonyban vagyok. Ez is egy ritka dolog, hogy az ember az utódjával jó baráti viszonyban van. És a miniszteremmel is jó viszonyban voltam, tehát Trócsányi miniszter úrral is. Felnőtt emberek vagyunk, beláttuk, hogy együtt kell dolgoznunk akkor is, hogyha már nem én vagyok az államtitkár, és akkor ezen túlléptem. És túlléptek mások is. Na most a romlásról van-e ilyen, hogy valakivel kapcsolatban megromlott a viszonyom? Szerintem nem, legfeljebb az, hogy mióta 2018-ban kikerültem a parlamentből, azóta sokkal kevesebbet vagyok kapcsolatban politikusokkal, jogászokkal igen, tehát jogászpolitikusokkal, más politikusokkal, vagy helyi politikusokkal itt Miskolcon jóban vagyok, és jó viszonyt ápolok velük, de mivel nem találkozom minden nap képviselőtársaimmal, a volt képviselőtársaimmal, ezért én nem érzem azt, hogy megromlott a viszony. Tehát ön nem haragudott meg senkire,
a távozás után? Nem. Tehát ezt őszintén mondom, hogy nem. Tehát nem lenne ennek értelme. Tehát csak azt tudom mondani, mert az előbb is mondtam, hogy a 20 évig képviselő volt az ember, akkor köszönje meg, hát ennyi az egész. Történelmi jelentőségűnek tartja a nemrégiben elfogadott új polgári törvénykönyvet Répási Róbert. Az igazságügyi államtitkár szerint az új jogszabály kiterjeszti a szabadságjogokat és megerősíti az egyén önrendelkezési jogát. A politikus szerint a PTK az első demokratikusan elfogadott törvény, amelyet több mint egy évtizedes előkészítő munka és fél éves országgyűlési vita előzött meg. A miniszterelnökkel milyen a viszonyom? Nagyon ritkán találkozom vele. Utoljára talán egy éve vagy másfél éve találkoztam vele. A beszélgetésünk általában politikai, aktuálpolitikai témák, tehát nem szoktam vele arról beszélgetni, hogy mit gondol rólam, mert ez olyan furcsa dolog lenne. Hát ez igen. Én egyébként személyesen őt tisztelem. Tehát én azt vallom nagyon régóta, hogy Orbán Viktor az egyik legjobb és legkiválóbb politikus a magyar történelemben. Ezt majd nyilván majd eldöntik a választók, eldönti a történelem, de én hálás vagyok a sorsnak, hogy együtt dolgozhattam vele. Abban a kormányban dolgozhattam, ahol ő volt a miniszterelnök. Nekem muszáj megkérdeznem, hogy igaz-e az, és vagy igennel, vagy nem, mert elég, ha válaszol, hogy amikor ön távozott, akkor Trócsány László miniszter a következőt mondta önnek: a távozás oka az, hogy a miniszterelnök nem elégedett a tárca politikai munkájával. Igen, ez így elhangzott, ez volt a miniszter úr egyik érve a sok közül. Ebben nem tartja saját magát hibásnak? Hát bizonyára az én hibám is, tehát nem véletlenül kellett távoznom. Én voltam a politikai ügyekért felelős a tárcán belül, de ez egy összetettebb ügy. Tehát csak azt akarom mondani, hogy amit az előbb is elmondtam, hogy végül is egy közös megegyezés erre is vonatkozik. Én beláttam, hogy másfajta politikai, például harcosabb politikai kiállásra van szükség. Ezt mondjuk a Varga Judit miniszterasszonynak a jelenlegi munkája jól megmutatja azt, hogy körülbelül hogy mi hiányzott az akkori igazságügyminisztériumból. Ez pont azért érdekes, tudja, mert ön frakcióigazgatóként egy korbácsos szerepben volt. Tehát ott egy frakcióigazgatónak az a dolga, hogy ott rendben tartani rengeteg képviselőt, és a szavazásoktól kezdve egyéb ügyekben rendet tartani. Korbácsos emberként. Ön volt az, és akkor ezt nem tudta megvalósítani egy jóval kisebb nem, hát azt hiszem, hogy félreértésről van szó, tehát ugye a politikai munka az kifelé, a minisztériumnak a külső munkája az, ami úgymond a politikai munkaként felmerülhet. Tehát nem hiszem, hogy arról van szó, hogy belül nem volt rend az igazságügyi minisztériumban. Egyébként sem én vagyok érte felelős, hanem a közigazgatási államtitkár volt ezért felelős. De nem erről volt szó, hát nyilván arról volt szó, hogy a minisztériumnak a külső szereplése, tehát hogy nem azért választottak oda minket, hogy jogászkodjunk. Értem. Ez volt már pedig ön jogász. Igyekeztem. Több generációra visszamenőleg. Igen, igyekeztem a szakmám mellett maradni. És a politikában, ha egyetlen bűnöm van a politikában, akkor az, hogy mindig igyekeztem a szakmailag korrekt válaszokat megadni. Ez egyébként sokat segített abban, hogy a politika után vissza tudjak térni a munkámhoz, mert nem távolodtam el a jogi szakmától. És nem hiányzik a parlamentben töltött évek hangulata, munkája? Van, ami hiányzik, van, ami nem. Mi tehát, hiányzik? Hát a parlament egy szentély, tehát ugye a parlament egy olyan hely, ahol egy magyar embernek megdobban a szíve, egy képviselő érzi a felelősség súlyát, ugyanakkor a parlament egy aréna, egy politikai aréna. És hát a gladiátorok is elfáradnak néha, vagy leölik őket, úgyhogy ezért a politikai arénában más szabályok is működnek. Ezért mondom, hogy van, ami hiányzik, tehát az emelkedett pillanatok, a parlament méltósága az igen hiányzik, az aréna nem annyira. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Majdnem pontosan 10 évvel ezelőtt, 2006. május 26-án fordulóponthoz érkezett a rendszerváltás utáni demokratikus Magyarország. Úgy is mondhatjuk, hogy 2006. május 26-án bekövetkezett a demokratikus Magyarország egyik legsötétebb pillanata, amikor Gyurcsány Ferenc röviddel a választási győzelme után a
győztes kormányzó párt frakció ülésén titokban egy súlyos beszédet mondott. Kérdeztem, hogy nem hiányzik-e a politikusi lét, amire válaszolt az imént, de a jövőre nézve még egy fiatal ember teljesen esélytelennek látja azt, hogy valamikor az országos politika formálója legyen? Kérdezték már ezt tőlem, és csak azt tudom mondani, amit korábban is mondtam, hogy a politikában van egy szabály, hogy soha nem mond, hogy soha. Tehát ez egy nagyon fontos szabály. De én nem keresem ezt a lehetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy kerek az a történet, amit magam mögött tudok. Tehát egészen fiatalon lettem politikus. 25 éves voltam, amikor először a parlamentbe kerültem. Aztán egy ciklus kihagyásával egészen 50 éves koromig voltam. Tehát egy hosszú periódus áll mögöttem. Tehát nem nagyon érzek már olyan feladatot a politikában, amit én el tudnék végezni. Az igaz, hogy a szakmám érdekel, tehát úgymond a szakpolitika vagy a szakmai ügyek megérdekelnek, ennyi az egész. Hát ugye mondta, hogy fiatalon lett politikus, olyannyira, hogyha jól tudom, akkor az édesapja indította el a politikai érdeklődést, olyannyira, hogy ha emlékeim nem csalnak, önök össze is vesztek. Igen. Politikai kérdésekben, ugye? Igen, igen, igen. Édesapám az MDF Miskolci szervezetének alapítója volt. Tehát a 80-as évek végéről beszélünk, 1980-as évek végéről, és én pedig 1988-ban léptem be a Fideszbe, és nem hát utolsó sorban az édesapám hatására. Akkor tehát, még a Fideszbe lépett be az édesapja hatására? Igen, igen, igen. Tehát az MDF és a Fidesz akkor nagyon távol állt egymástól. Talán 88-ban még nem. Tehát ugye a rendszerváltás kezdeti időszakáról beszélünk. Egy vehemensebb volt a Fidesz sokkal, mint az MDF. Én emlékezetem szerint inkább a 90-es Antal kormány létrejötte után romlott meg a Fidesz és az MDF kapcsolata, és ez az, amire utal, hogy akkor az édesapámmal mondjuk vitába is keveredtem nem egyszer. De a 88 és 90 közötti hőskorban, a rendszerváltás hőskorán még nem voltak ilyen távolságok. Tehát mi 88-ban mondjuk a helyi MDF-es politikusokkal, vagy a helyi SZDSZ-esekkel egyébként együtt küzdöttünk a rendszer ellen, hogy így mondjam. Számtalan demonstráción vettem én is részt, még fiatal egyetemistaként. De aztán kibékült az édesapjával. A politikai viták azok elsimultak, vagy ki lettek beszélve? Hát nem? Ennél sajnos prózaiba történt, mert édesapám meghalt 1999-ben, de még megérte azt egyébként, hogy 1998-ban az MDF-fel közös kormányt alakított a Fidesz, tehát azért mondjuk, hogy kisimultak ezek a viták valóban. Az én családom nem csak a Miskolci Egyetemhez, hanem magához Miskolchoz is kötődik, és a jogászi pályához is kötődik, hiszen a nagyapám ügyvéd volt Miskolcon, néha egy Répási Károly, az apám ügyvéd volt Miskolcon, a nagybátyám ügyvéd jelenleg is, két unoka testvérem jogászok, tehát a családunkban, nem tudom, kit hagytam ki a családból, akik jogászok, de többen is vannak jogászok. Két gyermeke van. A két gyerek szokta kérdezni a politikusi múltra? Mert úgy gondolom, hogy akkor, amikor ön igazából ott volt a darálóba, akkor még nem volt annyira nagy közéleti érdeklődés a gyerekeinek. Így van, így van. Tehát ők még akkor sokkal kisebbek voltak, amikor én aktív politikus voltam. Most 13 éves a kisebbik fiam, és 17 a nagyobbik. Most már a nagyobbik fiam érdeklődik a politika iránt. Nem én irántam érdeklődik, hanem úgy egyáltalán a politikai események iránt. De nyilván öntől kérdez, mert tudja azt, hogy Én kerülöm azt, hogy valamit rájuk kényszerítsek. Tehát én nem szeretném befolyásolni az ő politikai nézeteiket. Nyilván tudják, hogy én mit csináltam, meg milyen pártnak vagyok a tagja, tudják Orbán Viktor nevét, és talán ezeket ismerik. Van vitája, politikai vitája a gyerekeivel, vagy mondjuk a nagyobbal mondjuk, ugyanúgy, mint ahogy az édesapjával volt? Nem, nem. Tehát politikai vitám nem. Egyéb témákban lehet vita, például a tanulással kapcsolatban, hogy jó lenne egy kicsit több energiát fordítani erre, de nem politikai természetű viták. Lehet, hogy később, egy-két év múlva lehet, hogy megjönnek ezek a viták is. Igyekszem, hogy mondjam, nem késztények elé állítani őket. És ön mit tanult a politikusi létből? Tehát 20 év politizálás után mi az, amit így visszatekintve, ha újra kezdené, akkor másképpen csinálna a politikában? Nehéz ez, hiszen alapvetően nem változott az én
felfogásom, az igaz, hogy maga a Fidesz változott. Tehát ezt tudjuk jól, hogy a Fidesz kezdetben egy liberális párt volt, egy szabadelvű párt volt, de mindig is egy antikommunista pártként határozta meg magát. Ehhez képest ugye ma már azért egy konzervatív pártról beszélünk. Én idézőben beleöregettem ebbe a konzervativizmusba, tehát hogyha ma kezdeném a politikát, akkor lehet, hogy én radikálisabb lennék, de azt gondolom, hogy nem távol a Fidesztől, csak inkább mondjuk úgy, hogy egy radikális és lázadó filozófia az hozzám közelebb állt, már 1988-ban is. Tehát nyilván azért lettem én Fidesz tag, mondjuk egyetemistaként, mert egy kicsit lázadni akartam. De most mi ellen lázadni? Hát igen. Ez itt a kérdés, hogy ugye, hogy a más dolog volt a kommunista rendszer és az egypártrendszer ellen más dolog lázadni, mint egy polgári demokráciában lázadni. De most lehet valami ellen lázadni? Biztos lehet. Hát ön szerint van indok a lázadásra? Hát úgy fogalmaznék, hogy sok olyan ember van, aki szeretné megváltoztatni ezt a rendszert. Ezt én értem. Tehát én azt gondolom, hogy ezt el kell fogadnom. Az más kérdés, hogy én nem így látom a helyzetet. Én nem gondolom, hogy itt szükség lenne egy olyan rendszerváltásra, mint 1988-89-ben történt, hanem inkább úgy látom, hogy ha valami hibát követtünk el, akkor azokat korrigálni kellene. Uh-huh. Tehát a rendszer korrekciójára biztos szükség van, de nem feltétlenül a leváltására. Én azzal nem tudok egyetérteni, sőt én úgy gondolom, hogy még szükség lenne arra az országépítő munkára, amit most jelenleg csinál a kormány. Köszönöm szépen, hogy fogadott bennünket. Köszönöm én is.